Na, sziasztok! Akkor a múltkori csirkeszárnak a maradékát. Azt most úgy fogom csinálni, hogy az egyik kommentelőm, az a Viktor kísérte a YouTube-on, hogy be lehet rakni a sütőbe így simán, vizék nélkül. És akkor kétszer annyi ideig, tehát aztán nem 8-16 percig kell sütni, de megpróbáljuk így, aztán látjuk, hogy mi lesz. Akkor ez így menni fog bele a sütőbe. Bekapcsoljuk a sütőt, meg is kell így, ám így. Így, és akkor állítsuk mondjuk 200 fokra. Jó, sütője bekapcsolva, egy kicsit hadd melegedjen, és akkor így simán így sütőlappal be. Aztán várunk. Akkor szerintem már elég meleg a sütő, rakhatjuk is be. Jó, 9 óra 10, tehát ha kétszer annyi ideig kell csinálni, akkor 9 óra 26-kor kell kilenni, azért folyamatosan ránézek, meg lehet, hogy forgatni is kell. Akkor most tehát a 18 perc, elzárjuk. Hát nem tudom most mennyi, ja, igen, a világítás is kikapcsol, ha elzárom a sütőt, de szerintem most már egyjából jó lesz, egy kicsit még azért hagyom benne. És hát akkor ez lett belőle. Hát, nem tűnik olyan rossznak, de majd kiderül. Ketchupot azért fel kell turbózni. Na, hát akkor kóstoljuk meg. Viszont jó lett. Sőt, szerintem még jobb is lett, mint az előző kísérlet, amikor ahogy a leírásban volt zsírba csináltam, szerintem is sokkal jobb. Igaz, hogy most lehet, most jobban vigyáztam és nem égett oda. Mert azért egy-kettő talán, de még egyszer-kétszer, nem volt rajta a videón, de egyszer-kétszer meg is forgattam úgy menet közben. Hogy mind a két oldal egyszerre süljön, de amúgy jó. Tehát szerintem ezt így jobb csinálni. Úgyhogy akkor most egyenre ennyi, akkor most eszünk. Sziasztok!